Gömöri népmesék. A legerősebb állat. Egyszer a róka meg a farkas fogadtak. Kérdezte a farkas, hogy vajon melyik lehet a legerősebb állat a világon. A róka azt állította, hogy bizony az ember a legerősebb. De a farkas ezt nem akarta elhinni. Azt ma nem hihetem el, hogy volna az ember olyan erős. No, mondja a róka. Gyere, álljunk ki az út mellé, aztán próbálj megverekedni az emberrel. Úgy is tettek ők. Arra ment az öreg, kiszolgált katona. Kérdezi a farkas. Embere ma-e? Ez csak volt ember, mondja a róka. Jött arra később egy gyerek. Megint kérdezi a farkas a rókától. Hát ez emberé ma? Ez még csak lesz ember, válaszolta a róka. Várakoztak tovább, egyszer arrafelé jött egy felfegyverzett vadász. Mondja is a róka a farkasnak. Ez ma ember, eredj, mondja neki. Ezzel próbálkozz. Elébe állt a farkas a vadásznak. Az vette a puskát, aztán a szeme közé lőtt a farkasnak. Utána fogta a kését, össze-vissza szabdalta. Alig tudott a farkas elmenekülni. Visszavonszolgott a rókához. Elég erős halat volt-e ma ez? Kérdezi tőle a róka. Hát, ez ma az volt. Leakasztotta vállalról egy botot, úgy a szemem közé köpött vele, hogy nem láttam. Aztán meg kihúzta egy odalbordalját, úgy összeszabdált, hogy mindenem faj. Valóban az ember a legerősebb állat.